úgy mentünk ki a színpadról, hogy zokogtunk. Ezt soha nem felejtem el. Tehát itt ezek adták az igazi élményt, azért szóval nincs mese. Tisztelt nézőink, a Magyar Állami Operaház örökös tagjait bemutató sorozatunk mai epizódjában Szőnyi Nórával ismerkedhetnek meg. Szőnyi Nóra Lisz Díjas balettművész, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. 1972-ben végzett az Állami Balettintézetben, majd ösztöndíjasként Szent Péter várott, az akkori Leningrádban tanult tovább. 1973-tól a Magyar Állami Operaház táncosa, két évvel később pedig már magántáncosa. Nagyszerű klasszikus felkészültségű balerina, aki a lírai és a drámai szerepeket egyaránt magas szinten formálta meg. Pályafutása alatt eltáncolta a balettirodalom legszebb szerepeit, mint például a Giselle Mirtáját, a Hattyúk Tava Odettjét és Odiliáját, a törő Mária hercegnőjét, vagy a próba Mária Magdolnáját. Megszerzett tudását visszavonulása óta balettnövendékek generációinak adja tovább a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatójaként. Művésznő, melyik volt az a pillanat, amikor a kis, a kis szőnyinóra élete, hogy úgy mondjam, spicre került, és eldölt, hogy balettművész lesz. Hát a spicre kerülés az hat éves koromban történt, de az, hogy eldőlt, az akkor, amikor bekerültem a állami Balettintézetbe, tíz éves koromban. Lőrinc György osztályába kerültem, és tulajdonképpen kilenc évig ő tanított engem. Akkor még úgy volt, hogy egy pedagógus vitte végig az osztályt, és ebből adódott, hogy, hogy a mesterem egyben szinte második apám lett, végig kísérte a, a tíz éves kortól a 19-20 éves korunk korunkig a fejlődését. Meg azután is, hiszen És ő azután, volt itt az igazgató. Így van. van. Úgyhogy én nekem óriási szerencsém volt, hogy ő hallatlan jó pedagógus volt, nagyon odafigyelt az emberre, nem csak mint táncos, hanem mint magánember, Oktatott, tanított, ugye az ember a, az életét bent töltötte az iskolában. Ugye ez a pálya, ez, ez arról szól, hogy reggel estig természetesen. Úgyhogy nagyon sokat töltöttünk bent a, a, a műhely munkával és, és a mesterünkkel. És mi volt abban a bizonyos négy évben? 6 éves kortól 10 éves korig? Például a szülei, a családja támogatták ebben, vagy, vagy furcsában nézték, nem mindenkivel fordul elő, hogy balettművész kíván lenni. Ahol laktunk, ott volt egy művelődési ház, és ott tanultam, hogy a mozgásom kislány, a szüleim vittek oda, és ott az ottani balettmesternő ajánlotta, hogy hozzanak el az iskolába. Úgyhogy így történt, nagyon egyszerű történet, de természetesen hálás vagyok a szüleimnek nagyon ezért. De hát fantasztikus a sors, hát az édesapám mozgássérült volt, és, és valami fantasztikus élvezettel, boldogsággal, örömmel nézte az én pályámat végig, és hogy így alakult, hogy belelem táncos hm. Abban az időben a táncosi pálya még sokkal inkább egy, egy kifutási lehetőség volt a fiataloknak, hát ezt tudjuk a történelmi olvasmányainkból is hányból vették föl Szőnyi Nórát, hány jelentkezőből? Ó, hát három ezer ember jelentkezett ez akkor. Ma már ez elképesztő, elképesztő szám. Elképesztő szám, igen. Hát akkor természetesen, így ahogy mondja igazgató hogy egy óriási dolog volt táncosnak lenni, és nagyon-nagyon elismert, megtisztelő feladat volt. Hát a mai napokig is, és, és így neveljük a jövő nemzedékét természetesen, hogy ez egy óriási kiválasztott helyzet az életben, hogy valakiből táncos lehet, de akkor valahogy a társadalom is jobban elfogadta, az életkörülményeink jobbak voltak, óriási lehetőségeket adott nekünk ez a pálya, a külföldre utazástól kezdve, az, hogy a közönség megismert bennünket, hogy, hogy, egy olyan környezetben nőttünk fel itt az operaházban később, meg az állami balettintézet, ugye ott szemben az épületben. Viszont már abban az időben sem, hát ezt önök és a kortársaik mesélik, sem mindenki, aki ott végzett, itt szemben, sem mindenki tudott átgyalogolni, aztán képletesen az ebrán és került be az opera együttesébe. Ez igen. Az mikor dölt el, hogy, hogy az ön képességei és szorgalma olyanok, hogy ide predestinálják, hogy aztán néhány évek később már magántáncos is lehessen. Tényleg nagyon nagy szerencsém volt. Az első években nagyon gátlásos gyerek voltam, és aztán szép lassan, ahogy a mesterem nevelt, úgy kezdtem egy kicsit kibontakozni, és a felsőbb osztályokban már igazán jó eredményeket értem el, és... De lehetett tudni, hogy Hát egyrészt ki... lesz gyanús oldán. volt a dolog, mert a kilencedik évfolyam után ugye van volt egy, akkor is egy művészeti tanács, és az Operaházba én szerződést kaptam, de még előtte, mielőtt itt elkezdtem volna a pályámat, egy évig kikerülhettem az akkori Leningrádba, és csodálatos életem volt ott is. Nagyon nehezen bírtam az első fél évet, ugye elkerülni otthon, kislánként Tényleg az ember úgy élte az életét, az iskola falai között, ki voltunk párnázna, vigyáztak ránk, és hirtelen kikerülni egy másik országba, másik városba, de hát az egy csodálatos időszak volt. Aztán a második fél év az nagyon-nagyon hasznos volt nekem, és utána jöttem vissza az operaházba, de akkor én nekem már volt szerződésem. És akkor önnek már volt fogalma arról, hogy a, a balett egyik nagy hazájában, az akkori Szovjetunióban, de hát inkább hívjuk talán az orosz kultúra részének ezt a balettet Igen. korábbi, ugye, mint a Szovjetunió. Akkor volt fogalma arról, hogy ott ezt hogyan, hogyan művelik. Nagy volt az eltérés? Tehát a az igazi Orosz balett és a balettmesterek világa mennyire volt más, mint a, mint a hazai környezet szakmailag. A Vaganova módszer, ugye a Vaganova iskolában voltam, és én úgy tanultam, a Vaganova módszer szerint, a mai napig is itt tanítunk egyébként, de természetesen a, a, a mesterek ő, ő, keménysége volt számomra először nagyon meglepő és nehéz és a mennyiség, amiket, amit ránk pakoltak. Úgy éreztem, hogy én nem vagyok képes ezt felvenni, ezt a küzdelmet, és megtettem azt, hogy engem kicsit nyomasztott az, hogy úristen, engem azért küldtek ide, hogy én majd nem tudom én mi legyek itt egy év alatt, és elkezdtem délutánonként is bejárni, és azt a reggeli gyakorlatot megapróbált, még egyszer megcsináltam magamnak rengeteg balettermük van a mai napig is, még ugye működik az az iskola csodálatos, és be tudtam menni egy üres terembe, és én ezt megtettem minden nap. Úgyhogy utólag is tényleg fantasztikus, hát mondjuk másról nem szólt ott az életem, erről szólt az életem, hogy én most tényleg nekem itt fejlődnöm kell még, Úgyhogy ezt megtettem, és akkor fél év után ennek megjött az eredménye. Utána elkezdtek velem úgy foglalkozni, hogy szerepeket adtak, feladatokat kaptam, az ottani kiskoncerteken részt vettem, és aztán végül a vizsga koncerten részt vehettem. És hadd áruljak el egy titkot, mert ugye megy az Eiffman balett és ő akkor alapított együttest, ez 72-ben volt. Lehet, hogy nem pont akkor már, már meg volt de akkor az együttest. De akkoriban kellett, igen, én is így, És oda jött hozzám az Elfman, és azt kérdezte, hogy nem akarok az ő együttesébe táncolni. És hát ez egy óriási megtiszteltetés. De mondom, nagyon szépen köszönöm, én haza akarok menni a mamához, papához, és az együtteshez, és különben is már van szerződésem, úgyhogy nagyon megtisztelőd ez nem. De hát ez megtörtént velem. Egyébként ez, ez mennyire fontos egy, akár egy ifjú, de akár egy, egy ifjú balettművésznek, vagy akár egy, egy későbbi balettpedagógusnak, hiszen, hiszen Nórának megvan ez a másik élete is, hogy, hogy, sokféle legyen a táncos. Hát ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Nincs olyan, aki szeret csak klasszikusban maradni, és kicsit még talán zavarja, és hogy tőle mást várnak el? Nem Ezt hiszem. ne így képzeljük? Nem hiszem, mert azért a klasszikus balett ugye a maga szigorú szabályaival ő borzasztó nagy terhet és stresszt tesz az emberre sokszor, és nem tud az a flow létrejönni, vagy nehezebben, amit az ember szeretne ettől a művészeti áktól is megélni. És amikor egy, egy történetet lehet eltáncolni, amikor abban még a művészi Hozzáállást és a, a képességeket is az ember jobban beleteheti a drámát, a lírát, a, a szomorúságot, és ne, ne soroljam a többi érzelmet, akkor, akkor az egy nagyon izgalmas dolog. Úgyhogy akkor ilyen értelemben a, az ember csak ugye olvassa, az ön nacionáliában a sorakozó szerepeket, mondjuk egy féle hattyúk tava, az is egy történetről szól, de azért az, hogy mondjam, fegyelmezettebb érzelem megnyilvánulásokkal jár, gondolom, mint akár a seregi darabok, amelyekben szintén. Igen, hát sokat hát pont a fel. hattyú az egy csodaszerep. Hát pont a hagyjuk tava az attól, hogy a kettő szerep, ugye a fehér hattyú a líra, fekete hattyú a dráma. A, hát a végén Vagyar. a dráma, igen, de, de, de a temperamentum, a csábítás, tehát egy más szerep, és ez a kettő szerep nagyon izgalmas volt, és ugyanezt mondhatom a Zsizerre, az a másik óriási, gyönyörűséges klasszikus szerepem, ugye a nagy klasszikusok közül, de ha mondjuk veszek egy csipkerózsikát, én nem voltam csipkerózsika, már alkatamnál fogva sem volt igazán nekem való, de az orgonatündért táncoltam, hát az is egy szép feladat, meg egy magatartást kíván, de ugye ott a, a, a technika, azt, azt, azt ugye precíze meg kellett csinálni, azt úgy kellett, azt nem volt mese, tehát ott ott mindig az ember minden felvonás után jóval-jóval sikerült, tehát másképp érte át a, a, az egésznek a menetét. Egy fegyelmezett balettművésznek, mint amilyen Nóra, volt élete emellett? Igen, volt életem. Lehetett? Lehetett, lehetett életem. Hál' Istennek van két gyönyörű gyerekem, már felnőttek három unokám, úgyhogy mellette, és ezt nagyon fontosnak tartom mert szerintem egy művész azért egy kiforrott művész, mondjuk nem rögtön jöttek a gyerekek, tehát tíz év után jött a lányom, és 14 év után a fiam, de utána még táncoltam, és azt éreztem, hogy a, a, az, a gyerekem után tudtam a legtöbbet magamból kihozni a színpadon. És akkor attól kezdve nekem a lányom képe volt a körön, és azt mondtam, hogy most mit iszkusz, mi bajod történhet, van egy gyereket. Tehát én, 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 így éltem meg ezt az anyasságot. De azt, ha jól emlékszem rá, az mégiscsak viszonylag korán hagyta abba a táncot itt nálunk. Igen. Talán 36 évesen. Igen, ők több, 38. De ez akkor egy sérülés inkább? nem, nem, nem. nem, nem már jött elő a pedagógusi én hát tanítani is, akart. is, és ö, nagyon őszinte leszek, mert azért 37-38 évesen az ember már azért bizony második gyerek után már nem olyan technikailag, már nem olyan hiába azért, azért a, a test az az, az, az kegyetlen, ugye az idő az nagyon, hát a mi pályánk véges és hamar, hamar véges és kopik az ember, de nagyon-nagyon boldog voltam, hogy visszatérhetem a második gyerekem után. csodás élményem volt akkor, még a hatjuk tavát eltáncolhattam a Solymosi Zoltánnal, aki egy csodálatos táncos fiatal táncos volt akkor, és az engem rettentően feldobott, mert már úgy éreztem, hogy huhú, -hu, de ő valahogy a lendületével, a kedvességével, az odafigyelésével valahogy mit hozott ki belőlem, ami, ami, ami még nem volt hogy mondjam, nem volt szégyen. De éreztem abban az évben, hogy bizony ez itt már nekem nem fog menni, és a két gyerek otthon vártánk. És el. Hogy a... olyan magasat tette a lécet, Nóra, nem? Hát hát ön nem tudott már, megfelelni. Már így éreztem, már így éreztem. Nem tudom, hogy ez most utólag sem, megmondom őszintén, hogy ez, ez hiúság, vagy egyszerűen arról szólt, hogy néztem a próbacédulát, és hú, már nem én kellek, én már, tudom én, harmadik szereposztás, nem biztos, hogy én ezt el fogom táncolni, akkor viszont mérülök itt reggeltől estig, és a gyerekeim otthon vannak. És elindult bennem egy ilyen folyamat, és azt mondtam magamnak, hogyha ez a csodapálya, amit én, én úgy imádtam, és, és ez volt az életem, egy ilyen rossz érzést hoz bennem ez a helyzet, akkor, akkor itt valamit lépni kell. És hát ez nem rögtön történt meg, azért ez egy ilyen másfél éves, egy-két éves idő volt, amíg ez úgy kialakult Ez igazi dilemma. Dilemma. Igen. Dilemma. Viszont ha jól emlékszem, akkor akkor Nóra már már nagyon korán megszerezte a balettpedagósi képesítést Igen. is. Igen. Tehát ez, ez végótt motoszkált önben, hogy majd tanítani akar? Tehát viszonylag Igen. aztán, amikor eldöntötte végre, akkor, akkor könnyű volt a tovább vitel. Igen, nagy szerencsém volt, mert Dózsa akivel sokat táncoltam, gyönyörű szerepeket táncolhattam, ő hívott engem tanítani, és először már a tánc mellett elkezdtem délutánonként az előkészítőben úgy próbálkozni, és utána, aztán amikor végül is úgy döntöttem, hogy vége, és, és nem táncolok tovább, akkor be tudtam menni az iskolába, tehát gyakorlatilag átsétáltam a túloldalra. Tehát egy napot nem hagytam ki a táncból, és ez egy óriási dolog a mai napig is. És megtalálta úgy, meg a... ugyanúgy azt, azt a típusú élvezetet és értelmet a tanításban, mint a táncban volt? ahol Igen. Igen. Ez is egyfajta főszerep, Más. valakiket oktatni, de itt azért az ember már alanyokkal dolgozik, nem önmaga az alanya ennek. Tehát az az igazság, hogy ez az én döntésem volt, hogy abba hagyom a táncot, és nagyon pályatársaim is, tényleg az akkora Keveházi Gábor volt az igazgató, és nagyon ö, nem értette, sajnálta, nem akarták elengedni, ö, de... Aztán végül megpróbáltam megértetni vele, hogy hidd el, hogy én annyi minden gyönyörűséget eltáncoltam, nincs bennem hiányérzet. Én boldogan fejezem be, és én akartam ezt eldönteni. Úgyhogy ez a mai napig is így van, hogy, hogy abszolút boldog vagyok visszagondolva a pályámra. Tehát semmi rossz érzés, semmi hiányérzet. Nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert azért sokszor látom azt, hogy hogy, hogy nem, nem, úgy sikerült a vége, nem, nem, elégedett egy, egy balerina azzal, hogy hogy tudta befejezni, vagy nem táncolta ki magát. Szóval van ilyen. Szerencsém volt. Szerencsém volt a sok gyönyörű szereppel, meg talán az, hogy ez az én döntésem volt. Technika és figura közötti örök vitában ön milyen álláspontot foglal el? Hát a figura. Figura? Természetesen ott kell legyen a technika, tehát az alap, az alap. Tehát olyan, olyan szerencsés voltam, hogy olyan szerepeket táncolhattam el. Hát igazgatór bizonyára értékeli ezt különösen a Máler gyermekgyászdalok, ami olyan csoda volt, hogy fent volt a színpadon a Sudlik Mária. És amikor énekelt, az innen belőlem szólt. Akkor már megvoltak a gyerekek? Egy gyerekem volt. Ez, hogy lehet ezt? Őrület volt. Ez van. gyakorlatilag az ember ez, se énekelje, nem tudja ezt ez, igazából. Ez, ez, se ez a sírással fejeződött Igen. be? Tehát ott, 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 ott úgy mentünk ki a színpadról, hogy zokogtunk. Ezt soha nem felejtem el. Tehát itt ezek adták az igazi élményt, azért szóval nincs mese. És tulajdonképpen akkor az ember... Le tudja magában ezt rendezni, hogy a, hogy a rengeteg gyerekkori önsanyargatás, idő, energia, a, a családnak az ehhez föltétlen szükséges támogatása mind, mind megéri azt a mondjuk másfél évtizedet vagy akár húsz évet, ami ebből kibontakoztatható? Igen. Igen. Az én gyerekem a mai napig mondja nekem, hogy anya, látod, nem vittél el, mert az én csodalányom, aki végigcsinálta ezt velem, és gyönyörűséges, de én láttam, hogy nem alkalmas erre. Uhum. A habitusa sem, de főleg a testi adottságok. Szóval ide azért túl azon, hogy van, van egy alkalmasság, egy, egy adottság, a hozzáállás, a szorgalom, a kitartás, a tűrőképesség, a motiváció, a kreativitás, tehát annyi minden kell, ahhoz, hogy az emberből legyen valaki, ugye, ráadásul Dr. Cezarendre, aki nagy, nagyon tisztelek, mert ő ezt a tehetségmodellt gyönyörűen megfogalmazta, ott van a sors, még a sorsfaktor. Elkerülni a sérüléseket, például. Hát igen, meg hogy jókor, jó, jó helyen, meg hogy úgy, meg, meg pont az a, abban az... Szóval sok minden közre játszik, de itt inkább a, a szorgalom az a kitartás, az, hogy, hogy rendíthetetlenül csinálja az ember, és, és túllép a saját határain szinte. Igen, bocsánat, a saját határokba hadd kérdezzük bele, hogy, hogy nyilván én, én, nem régóta ismerhetem közelről Nórát, de, de annyira visszafogott művésznek tűnik, hogy hogy az, az nehézség volt az ön számára, ez a fajta teljes kinyilás a színpadon? Meg talán utalt is rá az imént. Tehát, hogy tényleg a balettművésznél aztán pőrébb nincs a színpadon. Néha gyakorlatilag testileg is majdnem úgy van. Ez a fajta teljes átlényegülés és, a, a az elveszítése, partnerolják meg minden, ez... Igen. Ez, ez egy bizonyos ponton ugyancsak átfordult, vagy ez egy lassú folyamat volt? Nem, hát ez két dolog. Szóval az ember a magánéletben valóban visszafogott és gátlásos ember voltam mindig, meg inkább hátrébb húzottam, de a, a színpad az egy olyan környezet volt számomra, és még a balettteremben is eljutottam oda a próbákon és az összpróbákon, hogy egyszerűen az, a, a tehát az embert, mint hogy egy burok vennék körül a színpadon, persze a közönség felé az egy más nyitott dolog, de semmi, ilyen értelemben se. Az, hogy izgultam, az egy más dolog, de semmi gátlás. amikor valaki egy igazán extrovertált személyiség megjelenik, aki gyakorlatilag a felvétel előtt is művésznő és nagy mozdulatok és egyebek, ez kevésbé érdekes ilyen szempontból, hogy mi van azzal, aki egyébként szerény, szolíd, csendes, és a színpadon ugyanúgy mégis fel tud hevülni. Akkor mi történik vele? Hát egy csoda érzés. Szóval amikor az ember befejezi az előadást, és és, és csak ül magába roskadva, és, és akkor az este, meg az éjszaka, az annyi, nyilván. De utána meg megy tovább az élet. Hát pláne, hogyha ugye már két gyerekkel, meg egy gyerekkel, az embernek rengeteg Meg a sok feladat. gyerekkel, a növendékekkel. Hát igen, aztán aztán igen, később Mindenkinek persze. Mindenkinek anya kell legyen. Persze, később természetesen, csak most a tánc ideje igen. alatt ez így volt. De... Igen, a tanítás az meg egy csodálatos dolog, és azt kell mondjam, hogy nehezebb. Akkor nem is tudom, milyen választ lehet erre adni, hogy művésznő vagy mesternő? Hát én már nagyon régen inkább mesternő, természetesen. Uh -huh. Igen, mesternő. Aranyosak a növendékek, meg eljövök előadásra, és találkozunk, mesternő, de mondom, már régen tegeződhetünk, de akkor is mesternő. De ez olyan szép az önök világában, a ballet világában, ez a tisztelet. Igen. És azt hiszem, a legtöbbször tényleg tisztelet van mögötte, nem csak formalitás. Igen. Mit is mondhatnék? Nagyon, nagyon, nagyon sokáig legyen mi közöttük, mesternő, és nagyon örülök, hogy az örökös tagok sorában üdvözölhetjük. Köszönöm szépen a beszélgetést. Hát én meg köszönöm ezt a fantasztikus megtiszteltetést, meg most, hogy itt ülhetek önnel. köszönöm szépen Nagyon szívesen a beszélgetést. tettük. Tisztelt nézőinktől is azzal köszönünk el, hogy a következő hetekben még az Opera Café külön kiadásai folytatódnak, és örökös takokkal, vagy az ő életükkel, életrajzukkal is találkozhatnak a következő hetekben ugyanígy. Viszatlátásra.